Szekszárdi Rotary Klub jótékonysági szervezet június 30-án pénteken ünnepelte 25. születésnapját. Az esemény a helyi vármegye háza hátsó udvarán kezdődött, ahol trombitajátékkal és koszorúval emlékeztek meg az egyesület tagjai. Többen megjelentek az eseményen, köztük Serdán János, a klub elnöke is, aki mesélt a szervezetről és annak tevékenységeiről. Ezt tudni kell, hogy a Rotary egy nemzetközi szervezet. A világ szinte minden országában részt venn, rengeteg tagra, míg az ENSZ-be is képviselteti magát, és Szekszárdon 25 évvel ezelőtt alakult a Rotary Klub, épp most jön az alapító elnökünk, Kovács Józsi volt, ő is eljött hozzánk meglátogatni minket, pedig azóta már Afrikában élt, meg mindenhol, most már nyugdíjasként hazaköltözött, azt hiszem most Pesten van. 25 évvel alakult itt a megyeházom alatti borozóba, annak idején asztaltársaságként. Van egy pár alapító tag is köztünk, hál' Istennek. És hogy mivel foglalkozunk? Hát ez egy humanitárius jótékonysági szervezet, aminek nagyon lényeges a barátság, barátságra is épül, cselekvő humanizmus, ugye, ami benne van a nevébe is. Sok mindent próbálunk tenni, segíteni azokon, akik erre igényt tartanak és szükség van. A klub vezetője több mindenről beszámolt, például arról is, milyen projekteken dolgoztak, hogy segítsék a város lakóit. Van fönn, amit csináltunk, ilyen plakátokat, azon fönn vannak azok a projektek, azok a programok, amiket csináltunk Szekszárdon. Itt megemlítek egy-kettőt, például a postai följáró a Rotary segítségével készült, hogy föl lehet menni kocsival is, vagy rokkant kocsikkal, de ugyanúgy a csurgókkal, ugyanúgy fönn a kereszt, akkor itt a tapintható, láthatatlan. Akkor természetesen vannak olyan projektek is, mint a kórházi támogatás, ahol több mint 100 millió forint értékű műszereket hoztunk, természetesen nem csak a Szekszárdi Klub, hanem nemzetközi segítséggel a gyerekosztálynak annak idején, és például tavaly is hoztunk több kórházi ágyat, szekrényt, de kapott ebből a Bátaszéki otthon, de járunk ki a Palánki gyerekotthonhoz minden héten viszünk gyümölcsöt például a gyerekeknek, mert hát ugye a norma, amit egy étrendre fordíthatnak, az elég szükös, és ezért próbálunk egy kicsit segíteni, és minden héten valamelyik tagunk egy kis kosár gyümölcse, attól függ, hogy hányan vannak éppen ott, viszünk nekik, hogy egy kicsit kiegészítsük ezt. De karácsonyra és húsvétre is vittünk ajándékot, de csináltattunk nekik hintát is, meg kis széket. Akkor csináltattunk szervizpontot, kerékpár szervizpontot, az volt is ugye a hír a tévében is. Szálkai vezető úton, Mauszkápolnál, a város két végén, a Siócsárdánál, illetve a Sióhídnál, illetve a Bátaszéki úton körforgalomnál. Tehát sok ilyesmit készítünk. Serdán János azt is elmondta, hogy működik az elnökválasztás a szervezeten belül. 25-en vagyunk jelenleg. A Rotariát a nevében is benne van, hogy rotációból indult ez a kifejezés, tehát évente váltják magukat az elnökök, mindenki lehet elnök, és általában a Rotary év az június 30-tól, vagy július 1-től, július 1-ig tart, tehát ilyen fél éves törés van benne. Most például a Módos Ernő lesz a következő elnök, aki már volt egyszer 23 évvel ezelőtt. Tehát egy alapító tagunk lesz most a következő elnök, és évente általában váltjuk. Most volt, aki bevállalt két évet, mert éppen úgy jött össze, főleg itt a Covid alatt ugye kicsit nehézkes volt az egész, de azért működött akkor is. Sőt, például a nemzetközi kapcsolatok érdekes módon a Covid alatt alakultak ki jobban, mert az interneten online üléseket tartottunk. Azonban az ünnepséggel együtt nem csak egy újabb év zárult le, a következő évre új elnök tölti be pozícióját, aki nem más, mint Módos Ernő, a Szekszárdi Rotary Klub egyik alapító tagja. Második elnöki ciklusomat kezdem meg, 25 év után ismételten az a megtiszteltetés ér, hogy a Szekszárdi Rotary Klub soros elnöke lehetek. Hál' Istennek olyan nagyon sok változtatni való nincs, klub működik szépen, nagyon sok programunk van. Lényegében a elképzelésem az, hogy ezeket a programokat megkívánnánk őrizni, még jobbá tenni. Ha lehet, akkor egy kicsit fejleszteni a kapcsolatunkat a várossal, azokat a városi rendezvényeket,
azokat talán egy kicsit aktívabban támogathatna a Rotary, és viszont is nyilván. És hát általában a városban egy kicsit talán a Rotary klubnak a presztízsét szeretnénk növelni, remélhetőleg meg lesz ez az erőnk is, a lehetőségünk is, és akkor továbbra is szépen fejlődni fog a szekszárdi Rotary klub. Az új elnök azt is elmondta, mennyire fontos számukra az új tagok bevonzása a közösségbe. Fontos szempont a tag létszám növekedése, ugye működik egy Rotarakt, hát klubkezdeményünk inkább, még annyira nem klubként, remélhetőleg, hogy a bevonzott ifjúságból tudunk majd építkezni, és akkor fejlődni tud a klubunk is. Bár őszinte legyek, a mindenáron való mennyiségi növekedés az nem célja a Rotarynak, tehát mindenképpen olyan tagokat szeretnénk, akik egyébként is aktívan támogatják a Rotaryt, és tagként is, hogy így mondjam, nem elégednek meg a tagsággal, hanem aktív emberként a Rotary Klub hírnevét, programrait támogatják. Az esemény a Vármegyeháza dísztermében folytatódott, ahol a tagok egy vacsora keretében hallhatták Dobos Gyula előadását a klub történelméről és megalakulásáról, egészen az Egyesült Államoktól hazánkig.